felpörög a közösségi közlekedés a tanév kezdetével. Szeptembertől megváltoznak a menetrendek, rövidül az utazási idő, lesz új éjszakai járat, a diákok pedig szemeszterre szóló bérletet is vásárolhatnak. Gyakrabban jár majd a budai várba közlekedő 16-os jelzésű autóbusz. Szeptember 16-ától a Budapest-Esztergom vasútvonal felújítása miatt a 118-as busz rövidített útvonalon a Szentlélek tér és Óbuda autóbuszgarázs között közlekedik. Az 59 és 59 aljelű villamos a nyári pályafelújításnak köszönhetően újra normál menetidővel jár. Míg a 47-es és 49-es villamosok közlekedési rendje azért változik, mert a kiskorúti úgynevezett villamos zöld hullám bevezetése folytán gyorsabban közlekedhetnek. A 7-es busz család is új menetrend szerint jár majd, így az átszállások gördülékenyebbé válnak.